Szabolcát már Bereg megyében az elmúlt években 35 hektárról 18 ezer hektár alá csökkent az alma termesztés területe. A mezőgazdaságból élők nagyon várták már a most megjelent kertészeti telepítési támogatási lehetőségeket, hiszen ez egy nagy segítség lehet a fajtaváltásra és a megújulásra. Az ültetvény, a csemete, a kerítés betakarító gépet lehet vásárolni. Jékálló támrendszert lehet építeni, az öntözést ki lehet építeni, sőt, mint ahogy az előbb említettük, feltétel is, hogy öntözett terület legyen. Én úgy gondolom, hogy most még talán annyi a nagy segítség hogy egy általány díjas elszámolás lesz, úgy, hogy megvan határozó, hogy méter a kerítésnek mennyi, és akkor ott nem kell belül boncolgatni, már hogy a, a húzal mennyi volt a rákifeszített drót mennyi bekerült, oszlopok mennyi bekerült, hanem megvan van határozva, és ugyanez van a csemetékre is. A kertészeti támogatások mellett a mezőgazdasági utak rendbetételére is lehetőség nyílik most. Ez egy 30 éves problémát oldana meg, hiszen a mezőgazdasági külterületi utak szinte járhatatlanok, nincs meg a szükséges szélességük. Emellett az egész ország küzd azzal a problémával, hogy nincs gazdája ezeknek az utaknak. Valamikor, amikor ezeket kimérték, ezeket az utakat, akkor egy 4 méteres utat jelöltek ki, most két 6 méteres jár bármi találkozik egymással, szóval bele kell menni egymás veteményébe, és ez nagy gondot okoz akkor is, amikor most pályázati lehetőség lenne, hogy nincs kisajátítva olyan 12 méteres út, amire egy akár zúzott kővel készített alapra, két oldalt csapadékvizelvezetővel már nem fér el, úgyhogy nem nagyon tudnak élni vele sok helyen. Az utak rendbetételénél a másik gond, hogy a tulajdon viszonyok megosztottak. A termelő szövetkezet útjai az önkormányzatokhoz, az állami gazdaságok útjai az államhoz kerültek. Egy-egy út esetében mindkét tulajdonjog felmerül. A mezőgazdasági utak rendbetételére az önkormányzatok 50 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak majd. A kertészeti támogatási kérelmek benyújtása már lehetséges. 2021. szeptember 28-áig van lehetősége a gazdáknak egyenként akár 25 millió forintos támogatáshoz jutni.